Hát... Sziasztok, Matilda vagyok, és ez a videó folytatja az előző videót, amiben 6 darab emelt magyarra szóbeli tételként kötelező könyvet így nagyjából áttekintettem, és most a maradék 6-ra kerítek sort. A 7. kötelező könyv az Borbély Szilárdtól a Nincs telenek. Ez a könyv hát arról szól, amit a cím is sugal, és nagyon körültekintően a mély szegénységről, és ilyen egy kis faluról, és annak közösségéről, azt mutatja be. Félig meddig az írónak a gyerekkori önmagát, mondhatni követjük végig, vagy hát abból is merít a történet, nem tekinthető teljes mértékben életrajznak, ezt nagyon tudom, ezt én dolgoztam ki. Hát számomra azt a könyvet olvasni, hogyha valaki látta a decemberi összegzős videómat, akkor azt tudja, hogy én azt roppant mód élveztem ezt a Nincs telenek könyvet, mert karácsonykor olvasni ezt egy nagyon jó ötlet volt, tehát életkedvet azt így leszívta, teljes mértékben ünnepi hangulat az megvolt vele. Hát ez csak igazából a gyereknek követjük így egyes napjait végig, meg a családját, meg a tényleg így a falusi életmódot látjuk. És hát vannak benne ilyen fincsiségek, mint hogy hogyan kell a gyereknek, a gyerekből kiölni az álmodásnak így a képességét, úgymond. Szóval agyonvernek egy kis macskát, miközben alszik a feje mellett, és társai vannak ebben a könyvben, úgyhogy igen, ezt így karácsonykor olvasni tényleg egy élmény volt. Meg vannak benne más ilyen jó dolgok, de szerintem így az egyik legmélyebb nyomot tényleg a kismacska agyonver is hagyta bennem a könyv kapcsán. Ez egy olyan könyv, ami az erős idegzet kell, mind szellemileg, meg mind gyomorügyileg, mert igen, vannak benne jó dolgok. A 8. könyv, amit el kell, ami így sorba haladva tételenként kötelező, elolvasandó, érettségire, szóbelire, az Bulgakovtól a Mesterős Margarita, és ez az egyetlen olyan könyv ebből a 12-ből, amire tényleg rá tudom mondani, hogy nekem ez a könyv tetszett, és tényleg tetszett, mert az orosz irodalomban így van egy ilyen, tudom, egy ilyen kis szürrealitás, ami egyébként így szórakoztatóvá teszi a történeteket. És ez a Mesterős Margarita is olyan volt, hogy főleg ez az első fele, mert két részre van bontva, és ez az első fele az nekem nagyon tetszett, mert hát eléggé ilyen fura dolgok történtek benne, meg ilyen megmagyarázhatlan, meg tényleg ilyen nagyon szürreális események kerültek sorra, de engem az kifejezetten szórakoztatott, és a második fele sem volt rossz, és igazából volt egy csomó minden más árnyalt oldala, így mikor így a tétel elolvasására került, hogy egyébként ez erről szól, de így nem tudom, ez a szürreális groteszk része, ez nekem adott egy olyan olvasási élményt, ami nekem tetszett, mert egyébként így az az alap kiinduló pont, hogy a sátán és néhány szolgája az Moszkvába jön, és ott így fölbolygatják az ottaniak életét, meg ott a két címszereplőnek besegítenek, és akkor utána elmennek, és lényegében mindenki folytatja az életét, mint előtte, mondhatni, mintha mi sem történt volna. De ez egy teljesen jó könyv, szóval ez így az összes közül, ez az, amit tényleg tudok ajánlani, mert ezt nekem tetszett. És ezt jó, tehát ezt nyugodt szívvel tudom ajánlani, mert tényleg azt tudom mondani, hogy ez egy jó könyv volt számomra. Bár így összehasonlítás alapként apám is elolvasta, és neki meg ez nem tetszett, de neki meg a Nincs telenek tetszett, nekem meg a Nincs telenek nem tetszett, szóval ez is ilyen ízlések és pofonok. 9. kötelező olvasmány, amit egyébként nem olvastam újra, mert még olvastam, mikor 11-ben vettük, úgyhogy úgy voltam vele, hogy én ezt egyszer elolvastam, nem fogom még egyszer, mert azért annyira egyáltalán nem tetszett. Ez pedig Madásnak az Ember tragédiája, aminek így a legfőbb dolog, amit tudni kell róla, az a hegeli triáda, hogy van egy eszme, abban Ádám csalódik, és akkor egy új eszme kerül középpontba, és így elmegy végig a színeken, vannak a keretszínek, meg a történelmi színek, minden jó. Ádám végigutazik a történelmi korokon, de én
nem voltam hajlandó, emlékszem elég jól a könyvre egyébként, meg nagyon jól megtanultam, még annó 11-ben. És lágy esőhang hallatszik közben a videóban remélhetőleg. Az ember tragédiáját azért nem voltam hajlandó még egyszer elolvasni, mert én úgy gondolom, hogy tényleg, hogy emlékszem rá eléggé meg minden, mert... ezt most hogy mondjam finoman? Na mindegy, szóval számomra az ember tragédia egy olyan szexista műnek érződött, hogy az valami hihetetlen, és én azt nem voltam hajlandó újból elolvasni. Mert nem tehetek róla, hogy madársnak nem volt szerencsére nőügyekben, de... Azért volt egy-két kacifántos mondat Évának intézve az ember tragédiájában, amire csak így pislogtam, hogy az igen. Szóval nálam így a legnagyobb fekete pontot itt kb. Ezért kapta. Meg persze értem én, hogy Éva a könyvben Lucifernek a legnagyobb így ellentét párja, mert ő a tiszta érzelem, Lucifer meg a tiszta anyag, ezt most nem mondom biztosra, és akkor ők így nagyon ellentétesek, és hogy Ádám számára Éva meg minden egyes színben más, mert hol szerethető, hol gyűlölhető, hol ilyen, hol olyan, hol amolyan, és így igen, nekem ez a koncepció így nem nagyon feküdt. 10. könyv, Ibsentől a Nóra, ami egyébként, mikor elolvastam így, akkor úgy voltam el, hogy hát ez annyira engem nem fogott meg, aztán néztünk belőle a színdarabból egy részletet, és úgy már azért kicsit másabb, mert hogy ugye ez egy dráma, tehát elolvasva nem adott egy ugyanolyan élményt, mint ahogy megnéztem így a darabból azt a részletet, mert hát hogy úgy kicsit más, ott van díszlet, meg van színészi játék, és úgy jobb volt, meg úgy valahogy jobban átjöttek így az érzelmek. Hát egyébként történetügyileg így az, hogy Nóra, ő még régen kisegítette a férjét azzal, hogy kölcsönt vett föl, de lehamisította az aláírás, de a férje nem tud róla, hogy kölcsönt vett föl. És most végül is kiderül ez, és Nóra számára pedig kiderül, hogy ő meg a férje igazából csak egy... Tehát, hogy nem szeretik egymást, hanem igazából csak megéltek együtt, és mind a ketten szerepet játszottak, a jó férj meg a jó feleség szerepét, és Nóra pedig azt mondja, hogy hát ő neki ebből elege van, és igazából a műnek az a vége, hogy bocsánat, spoiler, de számíthattatok. Szóval a műnek meg az a vége, hogy Nóra ott hagyja a férjét is, meg a gyerekeit is, és egyébként ez akkoriban így az első ilyen feministább műnek számított, mert hát ja, ilyeneket nem mondogattak ki akkoriban, meg ilyeneket nem csináltak. Szóval igen, így ilyen távolodban, hogy láttam hozzá a színdarabnak egy részletét, így kicsit átértékelődött bennem a történet, és úgy jobb. 11. utolsó előtti, a Bradbury-től a Fahrenheit 451. Utopisztikus jövőt jelenít meg, amikor könyveket égetnek, és könyveket olvasni bűn, meg könyveket birtokolni is az, és akkor ők jönnek a tűzőrök, és elégetik az összes könyvedet. Hát nem tudom. Igazából a könyvben arra számítottam, hogy ez valahogy másabb lesz, vagy nem is tudom. Igazából talán ez a legnagyobb probléma ezzel a könyvvel, vagy hát nekem is az volt, hogy amikor ez meg lett írva, akkor az a jövőkép, amit lefestett, az ilyen meg ilyen science fictionos volt, meg minden. Most meg már igazából nem tűnik annyira annak, tehát hogy így annyira azok a technikai dolgok, meg hasonlók, amik benne vannak, azok nem tűnnek olyan távolinak. Nem tudom, engem annyira nem győzött meg, arra számítottam, hogy nekem jobban fog tetszeni, hogy a végigkövetjük a tűzőrt, aki eljut abból a pontból, hogy ő könyveket éget odáig, hogy ő is a könyveknek így az őrzője lesz, hogy nem tudom, valami, nem tudom, nagyobbra számítottam, vagy valahogy így nekem annyira ez nem jött át. Nem volt egyébként rossz ez se, csak így nem tudtam hova tenni. És az utolsó, amiről nem fogok tudni sokat beszélni, mert szintén egy posztmodern mű, szóval igazából elolvastam, de fogalmam sincs, mi történt benne, a Stolnai Ottótól a Világító Torony Eladó. Elolvastam mind a... Hát nekem egy ilyen 80 oldalas verzió volt meg, szóval elolvastam mind a 80 oldalát.
és nem tudom megmondani, hogy mi történt benne. Azt hiszem, valami fülforgatás történt az Adrián, Horvátországban, és nagyon sokszor szó volt a könyvben valami Ottóról, és ennyi. Tényleg, ettől többet nem tudok elmondani erről a könyvről, mert tényleg nem. Majd átnézem hozzá a tételt, akkor lehet többet fogok tudni, de ezek a posztmodern regények, ezek nekem nem fekszenek nagyon. Hát remélem lesz valaki, akinek esetleg ez egy kicsit segített, ez a két videó a kötelezőkről, vagy esetleg valaki terjesztek az emelt magyarozástól, ki tudja, melyik lesz. Én megkészülök a szobadire. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.